És indul! Ezt nézzétek! Ágyugolyó Kugli! Első játékos ágyugolyó! Akkor most jöhet a tarolás! Várj, biztos vagy benne? Ágyugolyó homokban? Nyugikvel, semmi gáz! Csak extra gyors pörgés kell! Biztos, az jó lesz! Adjunk bele pörgés! Gödör Kugli! Beragadtam! Leáll! Figyelem, Max papa, Ben és én ma delfineket nézünk. Azt hiszem, látok valamit. Odafordítom a kamerát, pillanat. Mielőtt feljönnek a felszínre, látszanak a buborékok, és... Ben! Elijeszted a delfineket! Kit érdekelnek az unalmas szetek, amikor megcsodálhatják túláradatot? Ez igen. Ugye milyen szép volt? Ben, mit tegyünk? Nem tudom. Félek. Gwen, én nem bírom tovább. Ben? Ben! Itt vagyok. Tudom, hogy éljük túl az estét. Számításaim szerint ezzel a löppájával... Húja! Így se jó. Semmi értelme. Már a gajak is átnedvesedtek. Sosem lesz kész a popcorn. Jól van. Majd bennek csináljuk. Az nem ugyanaz. Megvan. Még a természet erői sem akadályozhatják teniszszalékat. Vége. Ne játssz az órával, mert nem mindig kiszámítható, hogy mit aktivál. Viccelsz velem? Az óra szakértője vagyok. Figyelj! Látod? Reppencs jött elő, és jól irányítható. Ben, ugye nem felejtettél el rendet tenni? Bocsi! Fúj, de büdös! Jól irányítható, ha? Ben vagyok. Megmutatom, hogy kapom el a gonoszokat, akármekkorák. Jaha, add meg magad, aljas idegen! Gonoszságod napjai meg vannak számlálva! Hiá! Teniszon nincs! Jön a 15 méteres óriás! Szörnyű ronda, de nem számít. Méreted nem segít, hogy legyőzd a nagy erejű ragacskát! Retteg az üdítőntől! Szép volt, Ben. Szép volt. Ben Tennyson vagyok, és pihenésként csinálok néhány... Kész átverést! A mai ajánlatom az irtózatosan büdös szendvics szósz. Oh. Fúj, mi ez? Ben! Nagyon! Jó ez a sajt. Parancsolj! Nem gusta, de vicces. Most pedig tábortüzet gyújtunk. Rendszerint Max papa csinálja. Neki körülbelül 3 óráig tart, de mi felhasználunk egy természeti csoda... Mit is mondtál, Gwen? A fénytörés erejét. Szóval azt. Gyerünk, Gwen! Ez az! Ha, nézzétek, nem semmi. Ugye? Ez a Nézzük újra Gwennel adása. Úgy érted, a büfög újra? Tévedés. Mint mondtam, a 4. epizódban jelentős eltérés volt az előző cselekményektől, amikor Sebastian és Jenna váratlanul... Elnézést! Erre most adok 4 csillagot.